Ön a Matthias Korvinusz kollégium az MCC geopolitikai podcastját, az MCC Geopodot hallgatja. Tudjon meg rólunk többet az mcc.hu honlapunkon, valamint Facebook, Instagram és Twitter csatornáinkon. Továbbá olvassa professzoraink és diákjaink írásait korvinák.hu tudásbázisunkon. Köszöntöm hallgatóinkat, Kozma Klementina vagyok, az MCC Geopolitikai Műhelyének kutatója, és vendégem Szilvási Simon, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi Doktori Iskolának doktorandusza. És egy nagyon izgalmas kutatási témád van, Simon, ami alapvetően az Egyesült Államok Biztonságpolitikájára gyakorolt a arktis, kínai arktiszi politikát vizsgálja. Szia! Szia, köszönöm szépen a meghívást, és köszöntöm a hallgatókat! Alapvetően az a képzet van a fejünkben, hogy az északi sark körüli vidék az egy ilyen béke szigete lehet, mert nem igazán jellemző történelmi időkből sem a kimagasló konfliktusoknak, hogy a szintere lett volna. Ezzel szemben egyre több nemzetközi kutatás jelenik meg azzal kapcsolatban, hogy a jövőben ez a terület egy nagyhatalmi ütközőzónává válhat. Mit tudhatunk erről a jelenségről? Igen, az én értékelésemben az északi sarkvidéknek, mint az ott lévő nemzetállamoknak, ugye szerves része, és az azon Túli, úgy, az északi sarkpont körül elterül, elterülő területek, amit ugye a Jeges, tenger és a környező tengerei határolnak. Ennek három nagy olyan történelmi korszakokban lévő csoportosítását különböztettem meg, amikor a éppen aktuális világhatalmak ezt a területet valamilyen módon fennhatóságuk alá vonták, vagy ott valamilyen befolyási zónát működtettek. Az első, ez a nagy fel földrajzi felfedezéseknek a leges, legutolsó része, hiszen a, mind az északi, mind a déli sarkvidéket a legutoljára fedezték fel ugye a bolygónkon. Ekkor gondolhatunk Amundsen, vagy Bering, vagy... Piri nevére, az amerikai Piri felfedező nevére, akik különböző módokon, ugye vitorlás hajók segítségével, kutyaszánokon, gyalog és óriási erőfeszítések árán jutottak el a sarkpontokig, illetve az azt körülölelő területeket fedezték fel. Ez volt az első. A második ilyen csoportosítás az a második világháború közepétől Datálható, amikor is a úgynevezett északi-sarkvidéki konvojok, ugye a szövetséges hatalmak egymás között, ugye az Egyesült Államokból és ugye Nagy-Britanniából hadi anyagot vittek a Szovjetunióba, ugye Murmansk kikötője között és ez egészen ugye a hidegháború végéig tart ez az időszak, hiszen a hidegháborúban a sarkvidék ugye katonailag, biztonság, politikailag értékelődött fel, hiszen a, még a korai időszakaiban a hidegháborúnak a nagy bombázó repülőgépek, ugye a 60 es évektől fogva pedig már ugye az interkontinentális rakétáknak, illetve tehát ez a mai napig a a színhelye, ahol uh, itt uh, ugye ballisztikus pályán a lehető legrövidebb idő alatt elérje a két ország területét ezek a fegyverek. Tehát a hidegháború végétől pedig egy egészen uh, 10-15 éves időszakot számolhatunk, 2000-es évek elejére, amikor ez a terület úgymond igen kevés nemzetközi figyelmet kapott globálisan. Persze ekkor is a terület országainak, ugye a szerves részük, ugye, ahogy az elején mondtam, ugye odafigyeltek erre a területre, és hasznosították gazdaságilag az ott lévő őslakos népcsoportok, illetve helyi népcsoportok, ugye használták ezeket a területeket, de viszonylag kevés nemzetközi figyelem irányult, ami ugye a globális ö, éghajlatváltozásnak az erősödésével, illetve a globális folyamatok, biztonságpolitikai folyamatok ö, révén újra felfigyelnek erre a területre, hogy hogyan lehet ezt majd jelenleg, illetve a jövőbe hasznosítani. Igen, ha jól tudom, akkor pont ahogy említetted, a, a klimatikus viszonyoknak a hatása is befolyásolja a nagyhatalmi szereplőknek a Megmozdulásait, a tevékenységét ebben a régióban, és Oroszország kvázi a saját nemzeti felségvizeiként azonosítja egy jó részét az északi sarki övezetnek. Ugye többször uh, került összetűzésbe a többi sarkvidéki állammal, uh, a nyersanyagforrások kitermelése kapcsán. Itt főként a, a, az olaj- és gáz tartalékok körül e, zajlott hevesebb vita. Ezzel szemben ott van Kína, aki a jelenlegi világpolitikai helyzetben kvázi új útvonalként tekint a, az északi területekre. Na most ennek fényében. E, Vizsgálod te azt, hogy mit tud tenni, vagy milyen lépései vannak hatásai az Egyesült Államoknak, hogy ránézve, milyen hatása van ennek. A Oroszországra és kínára visszatérve. Ők az elmúlt 10-15 évben egy igen szoros együttműködést alakítottak ki az északi sarkvidéknek a jelenlegi és főleg jövőbeli hasznosítása érdekében, ugyanis, amit említetted, ezek a hajózási útvonalak, ezek abban az értelemben újak, hogy most már jobban, tehát a korábbi időszakokhoz képest, értem ezt a hidegháború előtti időszakot is, sokkal jobban hozzáférhetőbbek, mivel ugye az itt lévő tengereken a jégréteg nyaranta a a hajózási szezonban, ugye az éjszak-sarkvidéken a hajózási szezon az nem olyan, mint délebre, hanem ott július, augusztus, szeptember eleje, amikor viszonylag olyan hőmérsékletek, illetve egyéb más éghajlati tényezők uralkodnak, amikor a hajózás a partmenti területeken, tehát nagyon fontos, hogy a partmenti területeken lehetséges, de olyan hajókkal, amik... A jeges körülmények között képesek hajózni. Ugye ez egy külön hajóosztály, aminek ugye a, a törzsük, a gerincük meg van erősítve, más a, a megformálásuk, ugye a zajló jeget öm, <kül> hát ne lukassza ki a hajótestet magyarul, és ezekhez a hajókhoz is szükséges jégtörő hajók, hogy előtt, tehát egy konvojt kell elképzelni a vizen, ahol ez a jégtörő hajó vagy előtte, vagy utána megy, vagy olyan is van, hogy előtte is megy, meg utána is, hogyha a helyzet ugye a jégréteg vastagsága, zajló jégmennyisége ezt indokolja, és ezek a konvojok haladnak Ezeken a tengeri útvonalakon és e, mit szállítanak? Elsősorban e, itt nem konténerekre kell e, gondolni, mint ahogy mondjuk a globális e, áruszállításban ez e, nagyobb túlnyomó részt e, megtalálható, hanem szárazárukra, vasárukra, különböző építkezéshez szükséges anyagokra, illetve ahogy említetted, a, ez a cseppfolyós. E, sefolyósított földgáz, ami ugye orosz e, kikötőkből ott lévő az elmúlt tíz évben e, épített vagy felfejlesztett olyan tényleg meg létesítményekből, ugye ez az Arctic 1, illetve 2 LNG terminál, illetve beszéltünk még a Vostok e, olajprojektről is, amik megépültek, jelenleg is épülnek, ugye az Arctic 2 nevezetű, létesítmény, illetve további tervben vannak, hogy építik őket. Ugye itt az északi sarkudiki területekhez képest, de itt még mindig Oroszországnak a saját területén lévő lelőhelyekről beszélünk, tehát nem az, ami a nemzetközi vizeken van, vagy ami esetleg ugye Oroszország korábban benyújtotta az ENSZ nemzetközi bizottságaihoz lévő kérelmet, hogy ők igényt tartanak arra a területre, tehát nem erről beszélünk, hanem arról, ami jelenleg az OB folyó mentén lévő területekről beszélünk, itt az északi sarkvidék más területeihez képest igen jelentős kitermelés folyik, aminek egy része, az, illetve hát 2022-től jelentős része elsősorban Kínába irányul, illetve ha belföldön nézzük, Oroszország saját területén, akkor különböző partmenti városokba irányul fölként. Igen, ja, említetted, hogy ezek a teherszállító hajók nem feltétlenül a hagyományos kereskedelmi útvonalaknak megfelelő képet, vagy hát áru típusokat szállítják le. Ugyanakkor Kínáról tudjuk, hogy kvázi stratégiai célja, hogy megkerülje azokat a szállítási útvonalakat, amelyek többnyire az Egyesült Államok által van felügyelve, ugye erre volt egyfajta törekvés az egy út, egy jövezet, amely száraz földön szeretné kerülni az öbölmenti országokat ki, viszont ahhoz, hogy azt a típusú konténeres szállítást, amit a, a déli világtengereken keresztül tud folytatni, megvalósítsa ahhoz, olyan eszközökre is van szüksége, amelyek képesek ezt a szélsőséges klimatikus környezetet legyőzni. Milyen törekvések vannak ez irányban, mondjuk Kínában, vagy akár az Egyesült Államokban? Tudomásom szerint a jelenleg a nukleáris meghajtású jégtörő Páncélhajói közül. Az Egyesült Államoknak talán egy van üzemben, ami a 60-as években épült vagy készült el, és azóta nem igazán volt modernizáció. Itt a Trump adminisztráció alatt volt valami törekvés, de nem igazán tudjuk, hogy mi történt, mi lett ezzel a projekter Szóval arra vagyok kíváncsi, hogy ezek az államok igazából milyen képességgel bírnak. Ugye egy Egyesült Államokat említetted, az Egyesült Államoknak papíron négy jégtörő hajója van, abból egy az kutatási célokat szolgál, és nem a parti tartozik. Ugyanis azt tudni kell, hogy az Egyesült Államokban a, ezek a jégtörő hajók, ezek az amerikai parti őrségnek a tulajdonában és flottájában vannak. Ezek közül jelenleg egyetlen egy üzemképes, ugyanis ezek valóban a hát 70-es évek környékén épültek, és azóta az Egyesült Államoknak ugye ezt be is vallották, hogy nincsen olyan saját képességük, hogy ilyen hajókat tudjanak építeni, ezért különböző finn cégekkel kötöttek szerződést, illetve most a Elmúlt hónapokban ugye arról beszélnek, hogy egy kereskedelmi célú jégtörőt szeretnének a parti őrség kötelékébe vonni, és azt ennek megfelelően átalakítani ugyanis hát mi a szerepe ezeknek a jégtörőknek? Ugye elsősorban az, hogy a, ezeknek az északi sarkvidéki országoknak a különböző partmenti területein, ahol ugye jegesedést tapasztalható, ezeket megszüntessék, így a kereskedelmet Ö, lebonyolítsák, és ne, ne ütközzön akadályokba. Tehát ugye az első jégtörőket is ugye, Németországban ugye, építették, ahhoz szintén ez volt az alapvető a hamburgi kikötőnek a jégmentesítése. A, viszont az fontos megegyezni, hogy ugye említetted a nukleáris meghajtást. Tehát a nukleáris meghajtás az a jégtörőknek a, a csúcsa, ez ilyen típus, ha jelenleg csak oroszországi föderáció rendelkezik, Uh, ez a semmelyik másik ország, még az Egyesült Államok sem, annak idején a hidegháborúba uh, nem tartották uh, fontosnak az amerikaiak, hogy ők nukleáris meghajtással uh, épített jégtörőhajókat üzemeltessenek, és egyébként a, a Trump uh, alatt, Trump elnök uh, alatt lévő beszerzést, uh, ami valóban egy mérföldkő volt a parti őrségnek a 17 parancsnokságának, ugye ami az alaszka parancsnoksága, hogy óriási összegeket tudtak ö, a parti őrség költségvetéséhez allokálni, ugyanis ez nagyon fontos hogy az Egyesült Államoknak eltökét célja, hogy ezeket a képességet, akár katonai, akár, a, ugye a parti őrség nem haderő nem, hanem a belügyminisztérium ö, Homeland ö, Department alá tartozik, és ö, hogy ezeket fejleszék, de ugyanakkor a mostani beszerzésnél is ö, nem volt indokolt, hogy ezeknek nukleáris meghajtása legyen. Ugye a nukleáris meghajtásnak ugyanazok az előnyei, mintha beszélünk hordozókról, óriási hatótáv, ugye nem kell tölteni őket, ö, sokkal hosszabb ideig tudnak kint lenni a a tengerem, viszont az üzemeltetése is nagyobb költségekkel jár, illetve ugye a nukleáris hulladéknak a, a tárolása a cserélése szintén kihívásokat tartogat. Az az ország, amikor a legtöbbet fektette be Oroszországon kívül, és nem északi sarkvidéki állam, ez valóban a, a Kínai Népköztársaság, hiszen az fontos ö, megegyezni, hogy a Kínai Népköztársaság ők nem sarkvidéki állam semmilyen értelemben, hiszen ugye több mint ezer kilométerre van a legészaki pontja is Kínának a sarkvidéktől, viszont ők egyfajta retorikát alkalmazva a sarkvidék közeli államnak nevezik magukat. Igen, mert ha jól tudom, akkor itt nemzetközi jogilag is van, vannak kikötések, vagy akadályok esetleg, amivel szembenézhet, vagy szembesülhet Kína. Így van, hiszen ugye a nemzetközi jognak a tengerjogi részéről beszélünk, akkor az északi sarkvidéki államoknak, akinek ugye közvetlen Hozzáférésem a jeges tengerhez, ugye az angol Arctic Ocean. Ugye itt 200 tengeri mérföldes távolságra a partoktól van az a terület, ahol a tengerfenéken vagy a tengerben lévő erőforrásokat kiaknázhatja az adott ország, hogyha azt igazolják az ENSZ tengerjogi bizottságánál, hogy bizonyos tengerfenék alatti területek az adott államnak a természetes meghosszabbítása, tehát ez évekig tartott tudományos kutatásokon alapuló beadványok szükségesek, tehát ez egy nagyon komoly és bonyolult procedúra, amit, hogyha úgy ítélnek meg, akkor ezt akár 300-350 tengeri mérföldre ki lehet terjeszteni, és jelenleg itt van a határ, ami ezen túl megy, az úgymond ez ugye ez a jeges tengernek a központi területe, viszont erre is vannak olyan ö, nemzetközi együttműködések, amiket a sarkvidéki államok, és ebben mondjuk pont Kína is, és Japán is benne van, akik a halászatról egyeztek meg, hogy ezeken a területeken ö, fenntartható halászatot fognak végezni a jövőben. Tehát azok a területek is, is bizonyos szempontjai le vannak szabályozva, amelyeknek a felhasználása csak a távoli jövőben 20-30 év múlva esedékesek. Uh -huh. Ha már említetted, hogy Kína fektetett a legtöbbet, hol tartanak most a kínaiak ezen a téren a hajóállományuk szempontjából? Ugye a kínai népköztársaságra szintén meg kell jegyezni, hogy számukra az északi sarkvidék, Kell, elsődleges cél az a tudományos kutatás. Tehát rengeteg ö, médiumba olvashatjuk, külföldibe ö, is egyaránt, hogy a a kínaiak esetleg ott hadakozni akarnak, vagy, vagy, bármilyen, tehát, tehát nem. A kínaiaknak jelenleg semmilyen katonai képessége nincsen az északi sarkvidéken, semmilyen eszközzel, tehát ők a tudományos kutatást helyezik előtérbe, ugye Svábárdon, vagy más néven Spitzbergákon, ugye Kutatóállomást, sárga folyó nevű kutatóállomást létesítettek, és a tudományos kutatás, mind a terepmunkában, mind az elmúlt tíz évben, ha megnézzük a tudományos publikációkat, akár a természettudományos eh, publikációkat, akár a eh, más tudományterületeket is, biztonsági tanulmányok, jog, a publikációk száma eh, elképesztően magas és egyre emelkedik. Tehát a kínai tudományos közösség is eh, egyre jobban foglalkozik ezzel a területtel. Ugye miért foglalkozik? Ugye Kínának két olyan fő része is van, ami ugye az északi sarkvidéki klímaváltozással, rendkívül előtérbe kerül, és nagyon sokat tanulhatnak belőle. Az egyik ugye a partmenti államok, tehát a kínai népköztársaságnak, ugye a, a keleti partján lévő nagyvárosok, amik ugye a nemzeti össztermék nagy részét adják, ezek mind olyan partmenti területek, ahol ugye a tengerszint emelkedés a jövőben nagy problémákat okozhat. A másik része, Himalája, Hegylánc, és a tibeti régió, ahol ugye pedig ez más néven úgy, úgy is hívják, hogy a harmadik pólus. Ugye ez a szakirodom szaki az elmúlt tíz évben nagyon népszerű lett, hogy a Himalája környéki országoknak szintén nagyon fontos a sarküdék, mert ugye ez az a terület, ahol a két ö, sarkon kívül ugye jelentős ö, jégmennyiség van, illetve ö, ugye nem, nem tengervíz, hanem ugye édesvíz is található a területeken. Tehát ezeknek is az olvadása, a glecserek, tehát ezeknek a tanulmányozása rengeteg... Ö, tanulságot és különböző praktikákat ad a, a tudósoknak, illetve a, 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 a kormányzatoknak is, hogy hogyan tudnak védekezni. A másik része, ami ez után jön Kínának, az a kereskedelmi láb, ahol ugye Kínának, ezt más szakértők is itthon is említették, hogy az elsődleges cél, hogy a malak a szoroson keresztül menő nemzetközi hajóforgalmat esetlegesen, hogy ott bármi történik, akár politikai, akár más gazdasági, természeti katasztrófa előfordul, akkor ezt az utat diversifikálni tudják ugye észak felé, az északi sarkvidéki, ugye ezt úgy is hívják, más néven, hogy északi tengeri út, ugye ez az orosz elnevezése, és akkor ezen keresztül lehetne, lehetne egy alternatíva. De ugye mi kell ehhez? Tehát ez az kell, mert ugye sokan azt mondják, hogy hogyha lenne esetleg egy konfliktus az Egyesült Államokkal, akkor az északi tengeri úton keresztül lehetne hadianyagot, ellátást, de ez csak akkor lehet, hogyha a jó viszony Oroszországgal megmarad, ugyanis azt ne felejtsük el, hogy a bering Beringszoroson ott van Alaszka, ott van az Egyesült Államok, és ha bármi történik, azt ők a saját hatáskörükbe szintén blokkolhatják. Pont Úgy... erre vagyok kíváncsi, hogy igazából ugye felmerül a kérdés, hogy itt egy geopolitikai öm, versengés alakul ki. Az Egyesült Államoknak amúgy is van, ha jól tudom, artiszi stratégiája, hogy öm, például ebben a stratégiában mennyire fókuszál arra, hogy az ellenfeleket, vagy hát ugye a nemzetbiztonsági stratégia ellenségként titulálja Kínát, hogy velük kapcsolatban az északi sark körüli vidéken, vagy a sarkok körüli vidékeken, mert azért jó, most többségében az északi sarkról beszélünk, de a déli sark is érintett, hogy, hogy az Egyesült Államok ebben a stratégiában mit vizionál. Milyen jövőképet fest le, és pont ezért, mert egy potenciális konfliktus forrás lehet, az, hogyha Kína önállóan, mondjuk Oroszországgal szövetkezve, teljesen más USA által nem ellenőrzött útvonalakon próbál megszállítani. Igen, elsősorban, ami jól mondtad, hogy az Egyesült Államoknak Egészen a 1970-es évektől van a sarküdék, északi sarküdékre, de délire is vonatkozó ő, stratégiája. Ez ö, tavaly jött ki a legújabb, és itt elsősorban, tehát ezek a stratégiák is úgy működnek, hogy a területnek a Elsősorban a békéjének a megőrzése, minden stratégia kezdődik, illetve az, hogy az ott lévő erőforrások, illetve élővilágnak a, a fenntartása, megtartása. És hogyha arról beszélünk, hogy az erőforrások kitermelése, akkor ott pedig a fenntarthatóság a kulcs szó. Tehát, hogy az Európai Unió az egyetlen, aki elég erősen azt mondja, hogy ne termeljünk ki, hanem óvjuk meg a flórát és a faunát. De a többi országnál mind az nem kérdés, hogy megvédjük meg a környezetet, de fenntartatóan új módszerek bevezetésével, akár jelenleg, akár a jövőben lehetséges a kitermelés. Na most, ha katonai vonalra térünk át, akkor ugye jelenleg, mivel ugye Oroszország a jeges tenger, több mint partonál több mint 50 rendelkezik, ugye, ugye a volt Szovjetuniótól megörökölt ö, katonai létesítmények, illetve eszközök, ezek jelenleg is ugye rendelkezésre állnak, illetve hogy az elmúlt 15 évben szintén ezeknek a felújítása, modernizálásáról beszéltünk, tehát tisztán katonai szempontból ö, Oroszország a legnagyobb tényező. Ö, ezután jön az Egyesült Államok, akkor ugye, mint globális ö, ö, katonai vezető szerepe, az ö, a sarkvidéken annyira nem ö, jelentős, mivel ugye az ott lévő képességeket a hidegháború után elég erőteljesen visszafejtették, ugye gazdaság és egyéb ö, okok véget, viszont az elmúlt 15 évben, 10 évben szintén azt láthatjuk, hogy az Egyesült Államok egyre több és több pénzt fektet abba, hogy ezeket a képességeket helyreállítsa, ö, illetve az ott lévő ö, területeket minél jobban biztosítsa, ugyanis, hogy a, a katonai dolgról beszélünk, akkor nem elsősorban arra gondoljunk, hogy ott ö, ö, majd bármilyen ö, akár az ukrajnai konfliktushoz hasonló ö, képeket láthatunk, hanem ott elsősorban tehát tengeri hadviselésről beszéltünk, légi hadviselésről, ugyanis a tehát az, hogy katonai alakulatokat küldjenek, szárazföldi alakulatokat, ez rettenetesen drága, és a katonáknak a kiképzése is nagyon különleges, és nagyon kevés katonai egység, olyan akár az Egyesült Államokban, akár más országokban, akik ilyen különleges kiképzéssel rendelkeznek ugye ebbe Nyilván az oroszoknak óriási tapasztalata van, a finneknek, a norvégoknak, az északi skandináv országoknak óriási tapasztalata van, de például az Egyesült Államok hadseregébe is. Ö, igen, igen, ö, ö, hogy mondjam, a, tehát az össz ö, egységekhez képest, igen, kevés az a, a hadrafogható. Katona, aki ilyennek rendelkezik, hiszen hogy bármi ott történik, ott az elsődleges dolog a túlélés. Tehát egy olyan területen harcolni, területeket elfoglalni, megtartani, még az Egyesült Államok hadserege számára is kihívás, hiszen ott az elsődleges dolog, hogy a mínusz 30-40 fokban a katona életben maradjon, tudjon enni, tudjon inni, lehetőleg úgy mozogjon, hogy ne is izzadjon, mert az izzadság ráfagy. Tehát, hogy ilyen körülmények között ez nagyon nehéz, és ez rengeteg pénzbe kerül elsősorban, és ugye rengeteg tapasztalatban, amit az országok ugye egymás között megosztanak. Ugye az Egyesült Államoknak ugye ott van a NATO kötelék, hiszen ugye most már elmondhatjuk, ugye tavaly óta, illetve idén óta, hogy most már minden olyan ország, Oroszországon kívül a sarkvidéken a NATO tag. Tehát a finnek, a svédek, a norvégoknak a tapasztalata, ezeket jelentősen beépítik az amerikai tapasztalatokba, és így fognak egy, hát remélhetőleg az elkövetkezendő 5-10 éven belül visszaerősítik azokat a képességeket, amiket a hidegháború idején birtokoltak akár az amerikai Egyesült Államok, akár NATO szinten. Viszont csak egy utolsó gondolat, hogy a konfliktus az egész hidegháború alatt nem történt, és ez a terület mindig is, tehát a hidegháború óta egy olyan különleges terület volt, egyfajta inkubátornak is lehetne nevezni, ahol Oroszország és a Nyugat együtt tudott működni. Ha, pont erre reflektálva van egy kérdésem, hogy például az, hogy Svédország és Finnország csatlakozott a nato ugye hagyományosan semleges országokként jelentek meg, az mennyiben fogja változtatni az orosz északi stratégiát, vagy változtat -e egyáltalán ezen? Hát természetesen változtat, hiszen ez a két ország, mondjuk Svédország tekintetőben majdnem 200 éve független volt, illetve Hát Finnország is egy ugye, olyan különleges, ö, semleges státuszt tudatott magáinak a hidegháború alatt, ami az a jelentős különbséget eredményez, és ugye annak idején, amikor a csatlakozás bekövetkezett, ugye vagy Vladimir Putin ö, említette is, hogy ennek meg lesznek a, a, lépései. válaszlépései Oroszország részéről. Ezt egyrésztről abban láthatjuk, hogy a, a határmenti ö, Különböző fegyveres erőknek a fejlesztése fog következni. De viszont, hogyha NATO részről nézzük, akkor a finn és a svéd hadsereg eddig is a NATO sztenderdeihez alkalmazkodott, eddig is NATO besorolású eszközöket használt. Tehát ott az integráció a NATO-val elég hamar lement, és olyan nagy változásokat úgymond a két ország, tehát a sarködik szempontjából értem, nem hozott, csupán az, hogy ők is most már NATO színekben vannak. De abban sem, hogy például említetted, hogy az Egyesült Államoknak pont nincs meg az a fajta hagyományos katonai felkészültsége ezekhez a klimatikus viszonyokhoz, mint mondjuk valószínűleg a finneknek meg a, a svédeknek megvan. Hát abban az értelemben nem változott, hogy ez eddig is megvolt és eddig is használták ezeket a... Igen, ezt, csak ezt most tudás... már NATO kötelékben fogják használni. Igen, NATO kötelékben használják, de tehát az, hogy az Egyesült Államoknak szüksége van például a finn kiképzőkre, vagy szükségük van például a finn jégtörőépítésre, építésre, ezek az együttműködések bilaterális alapon eddig is megvoltak a NATO tagság előtt. Tehát ez ugyanúgy folytatódik. Fel fog erősödni. Tehát a skandináv országoknál is láthatjuk, ugye van ez a Nordefco nevű ugye biztonsági együttműködés, ami a skandináv országok egymás közötti. Tehát ez is egyre erősödik, egyre több területen kötnek megállapodásokat, egyre több hajgyakorlatot fogunk látni. Például ugye a Cold Response, ami minden két évente van Norvégiában, ugye láthatjuk, hogy a, ezek a... Um, Skandináv országok például egyre több olyan területet engednek az Egyesült Államoknak, hogy a légibázist vagy, vagy a tengerészeti kikötőt használhatnak az amerikai légierő vagy a, a flottának, a, a haditengerészetnek a, az eszközei. Ezek erősödni fognak, tehát igazából én ezt a versengést ebbe a fegyverkezési, versenyben fogalmazhatunk így, tudom, egyedül reálisan megjelölni, mert ezt láthatjuk, akár a 2002-es ukrajnai beavatkozás óta, akár az azt megelőző tíz évben láthatjuk, hogy a fegyverkezés minden sarkvidéki országban erősödik. De ez nem feltétlenül azt jelenti, hogy itt konfliktusra fog sor kerülni, ugyanis, hogy a hidegháború alatt se került erre sor, és ugye azért van jó pár mechanizmus, jó pár egyeztető fórum, amik, amik mindig jelenleg megvannak, illetve azt is nézni kell, hogy a lehetséges konfliktusnak milyen előnyei lennének. Mennyire működőképesek például az arktiszi tanács, ugye Oroszország tagja, de amióta kitört a, az orosz-ukrán háború, azóta igazából sokan azt mondják, nincs igazi párbeszéd ebben a tanácsban. Hogy, hogy mi a jövője igazából, a, mind a mellett, hogy van egy geopolitikai verseny, oké, okay, de a, azok a célok, amiket kitűztek itt a környezetvédelmi a fenntarthatóság, a, a megóvás érdekében, a, most ezek után így, hogy nincs igazából párbeszéd, ez mennyire reális, hogy valaha újra sikerül megállapodniuk? De ezt nagyon nehéz megmondani. Azt, az bizonyos, hogy most ugye jelenleg ebbe az északi-sarküzéki tanácsba Norvégia az elnök. Ugye ez egy pár évente rotálódó elnökséget jelent, ugye előtt Oroszország volt az elnök, és valóban a Oroszországot, illetve képviselőit, tehát itt nem csak politikusokat kell mondjuk érteni, hanem mondjuk tudósokat, tudományos embereket is, például az ilyen egyeztető fórumokra, konferenciákra, stb. nem igazán hívnak meg tehát valóban az egyeztetés az, az sajnos eléggé visszaesett a korábbihoz képest, és ugye sokan figyelmeztetnek is ezzel kapcsolatban a tudományos közösségből, ugye, akik természet-tudományos módon kutatják a sarkvidéket, tehát most itt a, a például a jégvastagság mérése, tehát most nem a, a biztonsági publikációkra gondolok, hogy nagyon nehéz úgy együtt dolgozni, hogy a sarkvidék feléről nincsenek adatok. És, és így nagyon nehéz akár klímamodelleket, akár másféle kutatásokat úgymond összeegyeztetni, hogy a sarkvidék egészét vizsgálják. Úgyhogy én bízom benne, hogy az elkövetkezendő pár évben ez valahogy módosul, mert Ugye jelenleg is azért akár a szállítást nézzük, akár a, a katonai részét nézzük, megfigyelhető egyfajta um, klikesedés, vagy a két két tábor megjelenése, ugyanúgy, ahogy a, a hidegháború idején, hogy van a Nyugat, aki aki, aki NATO, és aki akinek um, más prioritásai vannak, és van Oroszország, és mellette a nem sarkvidéki Kína, akik például a hajózó útvonalakat Sokkal jobban előnyben részesítjük Kínának és Oroszországnak, de elsősorban Oroszországnak, ugye rettenetesen fontos ez a terület a nemzetgazdaságos szempontjából. Tehát, hogyha Oroszországra gondolunk, akkor akkor nekik a sarküdék nem egy olyan távoli dolog, mint mondjuk Kínának, ahol valamilyen, hanem az ország szerves része, ahol ugye számtalan ember, ugye a sarkvidék, a sark körtől északra 4 millió ember lakik, annak a fele orosz. És azoknak pedig szintén közel, közel 10%-a pedig helyi őslakosok. Tehát, hogy a legtöbbször tényleg az őslakos közösségekről esik itt a geopolitikai különböző témákban nagyon kevés szó esik, szó est... róluk. esik Igen, róluk. Hogy, hogy őket hogy érinti ez, a gazdasági változások őket hogy érintik, tehát hogy meg tudják-e tartani a saját kultúrájukat a saját földjükön, hiszen az ott lévő klímaváltozás őket is erősen érinti. Tehát gondoljuk például a permafrost a fagyott olvadására, az, hogy az ott lévő házak infrastruktúra megsemmisül, akkor esetleg belső migráció van az országon belül, mert akkor más helyre kell menniük, és kérdés az ugye, hogy ezek a befektetések, hogy a kikötők létesülnek, most mondjuk beszélünk 20 év, 30 év távlatába, kicsit jobban beindulnak ezek a sarkvidéki útonalak, több szállítás lesz, tehát nemzetközi átmenő szállításra gondolok, elsősorban Euróf, Európa felé, akkor mondjuk ezek az őslakos közösségek beintágrálódnak, úgymond, ezekbe, vagy meg tudják tartani akár. Vagy kimaradnak belőle. Vagy kimaradnak belőle, és az adott államok, most nem csak Oroszországról van szó, hanem akár Alaszkáról beszéltünk Kanadába, Inuitokról beszéltünk. Tehát, hogy hogyan tudják, ez minden országnak egy nagy kihívás. Nagyon szépen köszönöm, Simon, ezt az érdekes beszélgetést, és minden bizonyal lesznek itt még fejlemények az Északi-sark vidéke körül. Köszönöm, hogy eljöttél és a vendégünk voltál, és köszönöm a hallgatóknak is, hogy követtek minket. Köszönjük, hogy meghallgatta ezt az MCC Geopod epizódot. További híreinket és tartalmainkat megtalálhatja az mcc.hu honlapon, valamint Facebook, Instagram és Twitter csatornáinkon. Professzoraink és diákjaink írásaiért keresse fel korvinák.hu tudásbázisunkat.